A hagyományoknak megfelelően a szabadtéri színpadon rendezték meg a városi ünnepséget augusztus 20-án. Államalapító Szent István királyunk napján az új kenyeret is megáldották. Zeneszó hívogatta a közönséget, és fokozta a hangulatot a feldíszített színpadon, ezen a szép, de meleg nyári estén az ünneplő hajdúszoboszlójak és az itt tartózkodó vendégek számára. A megjelenteket Berényné Szilaj Ilona, a Művelődési Központ igazgatója üdvözölte. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Államalapító Szent István királyunk és az új kenyér ünnepe alkalmából rendezett városi ünnepségünkön Hajdúszoboszló város önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm kedves minnyájukat. Ünnepségünk előtt a Litus Quintet műsorát hallhatták. Közreműködött Kovács János, Madarasi Balázs trombitán, Majoros Zsolt kürtön, Pozsonyi Péter harsonán és tubán játszott Kerekes Imre. Kinépei vagyunk, hová, kihez tartozunk? E kérdésekkel kezdte ünnepi beszédét Radácsi Gusztáv önkormányzati képviselő. Minden nép önazagosságát meghatározzák a nagy történelmi személyiségek. Ezek között számunkra kiemelt helyet foglal el Szent István. Augusztus 20-án első István szentélyavatásának napjára emlékezünk. A történelem során Szent István alakját, az augusztus 20-ai ünneplés tartalmát sokan sokféleképpen értelmezték és magyarázták. A történelmi tényekről szólva rámutatott, ezen a napon ült össze a királyi tanács, és 1083. augusztusában ekkor avatták szenté a fehérvári bazilikában első Istvánt. Augusztus 20-a Nagy Lajos uralkodása óta szerepel a naptárakban egyházi ünnepként. Mária Terézia úgymond nemzeti ünnepi is tette. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc bukása után megtiltották az ünneplést. Közel 100 év elteltével, 1938-ban azonban törvénybe foglalták az államalapító emlékét. Nem sokkal később a kommunista rendszer számára vallási és nemzeti tartalma miatt nem volt vállalható. Emlékeztetett Radácsi Gusztáv arra, miért lett a nap az új kenyér, és évtizedekig az alkotmány ünnepe. Az új kenyér ünnepe lett. Majd az akkori alkotmány, mint új szocialista államalapítás 1949. augusztus 20-ára időzítették. 1989 óta régi hagyományok szerint rendezzük meg újra augusztus 20-ai állami és egyházi ünnepeket. Hivatalos állami ünnepé pedig 1991-ben nyilvánította a Magyarországgyűlés. Az Imre herceghez szóló atyai intelmekre utalva Radácsi Gusztáv leszögezte, Szent István nem csak hitében volt erős és következetes, olyan jogi alapra építette államát, amely 1000 év távlatából is példát mutat, tartást ad nekünk, akik szellemi hagyatékat gyámolítóinak, tanácsai követőinek valljuk magunkat. A király fiának szóló tanácsok közül idézve kiemelte azt, amelyik az idegenek jó akaratú gyámolítására és becsben tartására szólítja fel. Mint fürdőváros, mi mindig előjártunk az idegenek gyámolításában, vont párhuzamot. A továbbiakban bírálta a kormányzati politikát, és azt sorjázta, mi mindenért felelős az állam. Az állam irányítóinak legfontosabb feladataként határozta meg azt, hogy megvédje polgárait a külső hatásoktól, az alattomosan terjeszkedő globalizációtól. Beszéde végén abbéli véleményének adott hangot, hogy a hit nem vallásfüggő, s az ország sikertelenségét a hit elvesztése okozza. Tanuljunk meg újra hinni. Higgyünk magunkban, higgyünk családunkban, higgyünk szomszédjainkban, higgyünk munkatársainkban, higgyünk értékrendünkben, így érhetjük el, hogy az országunk újra Szent Istváni útra lépjen.
Az ünnepi beszéd után az új kenyér megáldása következett. Kovács Zoltán református lelkész a 65. és a 67. Zsoltár néhány versével hirdetett igét, majd Isten áldását kérte. Meghozta termését a föld, megáld bennünket, Istenünk az Isten. Megáld bennünket az Isten, féljék őt mindenütt e földön. Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod. Isten patakja tele van vízzel, gabonával látod el az embereket. Így gondoskodsz a földről. Barázdáit megitatod, göröngyeit elegyengeted, záporesével porhanyítod, növényzetét megáldod. Megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad. Legelők sarjadnak a pusztán, újjongás övezi a halmokat. Nyájak lepik el a legelőket, a völgyeket gabona borítja, újjonganak és énekelnek. Áldja meg az Isten ezt a kenyeret, és minden magyar kenyeret, amely asztalunkra kerül. Áldja meg az Isten az emberek verejtékes munkáját és fáradozását. Áldja meg a magyar földet, áldja meg magyar népünket, hogy tudjunk békességben, szeretetben egymás mellett élni, és az Isten előtt való tisztességben. Övé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen. Zoltság Miklós görög katolikus parókus ugyancsak egyháza szertartásának megfelelően megszentelte az új kenyeret. Megáldatnak és megszenteltetnek ezek a kenyerek a Szentlélek kegyelme, szentedve meghint és áldott az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most is mindenkor, s örökkön örökké. Amen. Dicsőség neked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most is mindenkor és örökkön örökjemben. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, adj áldást, Uram. Krisztus igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjának, szent dicső és mindenek fölött dicséretes apostoloknak is, minden szentének esedezés által, Szent István királyunknak, kinek mostani ünnepségét ünnepeljük, és a szent áldásával ezeket a kenyereket megáldottuk. Adj, Urunk, mindazoknak, akik most részt vesznek ezen az ünnepségen, békességet, egészséget és áldást, most is mindenkor és örökkön örökké. Az Úr áldására járjátok az ő kegyelmével és ember szeretetével, mindig most és mindenkor és örökkön örökké. Az új kenyeret a Művelődési Központ Mazsoret csoportjának tagjai kosárkákból kínálták a jelenlévőknek. Az ünnepi műsorban közreműködött a Bürkös Kamaratánc Együttes.